Hello, sziasztok! Itt vagyunk újra az idegenek elleni áldász háborúban, ahol nem kevés segítséggel, a katonáim segítségével kell visszavernem az idegenek támadását. Hát megpróbáljuk. A lényeg az, hogy van négy nagyon profi katonám. Hamarosan, hogyha tudom növelni a squadunk számát, akkor már négyen, nem most vagyunk négyen, öten, illetve hatan is majd lehetnek a harcosok. Úgyhogy, hát igen, nézzük meg, még mindig itt vannak, milyen állapotban vannak, jól vannak. Andi még sérült 9 napig, tehát minden úgy van, ahogy hagytuk. Oké. Okay. Power generátor az 2 nap múlva kész. Nézzük a fejlesztést. Ez meg 5 nap múlva lesz kész. Jó, én szerintem akkor készülhetünk a következő akcióra. Jó, kész van a power generátor. Úgyhogy nézzük meg, mit tudunk még építeni. Megint csak power generátort. Akkor azt most egyelőre nem erőltetjük. A power generátort, jó. Liftet azt tudunk. Hát, azt se erőltessük, most meghagyjuk. Venni esetleg tudunk valamit? Nem. Mennyi a szatelit? 100-as. Jó, egy szatelitet veszünk, az mindig fog kelleni. Majd fogom mutatni, hogy miért. Na, pontosan ezért kellenek a szatelitek, mivel, amint látjátok, országokra le van bontva a bolygónk, és bizony az UFO aktivitás erősségét mutatják ezek a kis jelek, ahol már 3 van Dél-Afrikában, illetve Ausztráliában, ott már eléggé aktívak az idegenek, úgyhogy érdemes oda egy szatelitet föllönni, hogy egy kicsit visszavegyenek az arcukból. Jó. Tehát itt még azt is írja, hogy mit kapunk azért, hogyha ezt a szatellitet ide küldjük. Dél-Afrikában 130-at kapunk havonta, plusz egy engineert havonta. És ott vannak a kombók, hogyha mindegyikhez tudunk küldeni, akkor írja, hogy mennyivel kapunk többet majd. Na, úgyhogy akkor Dél-Afrika. Indul a mandula. Ha nincs interceptorunk Afrikába, oda muszáj lesz elküldenünk egyet. És nézzük meg, hogy Ausztráliában nincs több uplinkünk. Jó, tehát akkor semmi komoly. Hangárból küldjük. De, ja, Dél-Amerikában van, aha. Itt van Afrika, teljesen üres. Egy 20-asba kerül egy gép, hát akkor azt megveszem én mindenhova. Ezen nem olyan. Ázsiába is veszünk egyet. És akkor most úgy látom, hogy mindenhol van egy. Egy darab gép. Hát jobb lenne 2-t venni. Jó, vegyünk 2-t mindenhova. Az a tuti. Itt is 2-t. Itt csak egy van. És itt is csak egy van. Oké, és akkor mindenhol 2 gépünk lesz. És akkor mehetünk tovább. 3 nap múlva megérkezik az összes gép. És megjött a havi kiértékelésünk. Na lássuk. Ja, hát ez nem a havi kiértékelés sajnos. Ez bizony egy küldetés. Méghozzá bombát kell hatástalanítanunk. Hát ez nagyon izgalmasan hangzik. Úgyhogy amint betölt, itt van a csapatunk. Taylor helyett pedig megnézzük, hogy hát ha
Andi már felépült. Nem, még 6 nap múlva fog felépülni. Akkor bizony egy új kollégát kell bevetnünk. Hát legyen Kázé. Kázé barátom. Úgyhogy most Kázé is itt van az egységbe. Tehát Milán, iBeat, Peti és Kázéval megyünk. Hát, nagyon, nagyon kíváncsi leszek erre. A bombahatástanítások azok, mert azért olyan neccesek szoktak lenni. Hát, meglátjuk. Hát nagyon fontos az, hogy ott is időre megy a játék, a mellett is. Mivel a bombát is hatásra tanulnunk kell, általában 3 kör áll lehetőségünkre, és több bomba is van, és amint hatást tanítunk egy-egy bombát, úgy nyerünk időt. Hát meglátjuk. Meglátjuk, hogy az élesbe hogy fog menni. Én bízok a csapatban, elég brutális harcosokkal van. Teletűzdelve az én kis brigádom, hogy annyira nem parázok. Inkább lazítok. Úgyhogy lazán lemegyünk, aztán visszajövünk. Volt könnyű akció lesz. Bang, bang. Na gyerünk. Remélem, hogy tényleg így is lesz. Nem csak ilyen nagyképűen, hogy azért rázom a rongyot. Ezt közben itt azért lemészárolnak majd minket. Úgyhogy. Strike one. Council intel indicates the aliens are charging a plasma bomb of some kind in your vicinity. Oké, megjöttünk. Tessék, ilyenek ezek a kis idézítők, amikkel tudunk kibót nyerni. Én már... Our sensor readings indicate that the device is some sort of priming mechanism. The aliens are transferring power from it directly to the bomb itself. Disabling this power node should give you more time to find and disarm the explosive. New objective received. Kaptunk új feladatot. Deaktiválni kell. Jó, oké, akkor ezt deaktiváljuk. Meg is volt. Ja, és mentek egyet, mielőtt itt. Aha. Mindjárt akkor egy pillanat. Nem áll jól a szénánk. Na most szerintem tudok már menteni. Így van. Ide rámentünk egyet. Igen, felülírjuk. Oké. És akkor mehetünk is tovább. Overwatch mód. És a többiekkel is. Hát... Te gyere ide szépen. Kázé is intézkedik. Ide muszáj ide jönnöd, hogy itt felderítsd a helyzetet. Mindjárt kicsit elforgatjuk a kamerát. Na, ja, átváltottam véletlen. Na tehát most ide mehetünk is. Sanszos, hogy az épületben vagy az épület másik oldalán lesznek. Idegen aktivitást hallunk. Csak ügyesen, fiú. Yes, sir. Most olyat kipróbálunk, hogy... Aha, itt nem tudunk kipróbálni olyat. Mert bizony olyat is lehet csinálni, hogy fölmegyünk a tetőre. De bekockáztatunk. Mert a tetőn azért jobban lehet látni. Hú, én Petivel akartam felmenni a sniperessel. Most ez nem jött össze. Egy kicsikét itt most rébb a helyzet. Fut
kikapcsoltam is, hogy mennyit tud mozogni, de hát akkor ez ezért volt így. Nem baj, helyezkedünk. Mozgás se hallunk, viszont a bombákat meg kéne keresni. Körülbelül két körös végünk van. Úgyhogy most baromira be kell gyorsítanunk. Jó, én nem rohanok ki így a nyílt terepre. Aha, itt van egy hatástalanításra váró cucc. Hiszen megint nyerünk egy kis időt. Húha, újfajta idegenek. I'd recommend capturing it for further analysis. Moving out. Yeah. Enemy spotted. Ajaj. Kezdődik a buli. Úgy látom, hogy tetőparti lesz. Hát jól van. Aha, ott is egy hatástalanításra álló bomba. Vagyis hát egy igényerő. Na jól van. Az már tüzelni fog. Jó, mellé lőttek. Jó, a víz kezd leverni, amikor így tüzelnek az embereimre. Mit csinálsz ott? Meg ne próbálj lőni! Jó mellé! Na jó van, semmi baj, mert ennél még sokkal durvább szituk lesznek. Ez is mellé ment, ha jól látom. Hát jól van. Muszáj most. Rosszinátnak lennünk. A sárga, hogyha sárga így az UFO jel, az azt jelenti, hogy hátba támadtuk, és nem tud, nincs fedezékbe. Úgyhogy teléde is lőjük a kis fejét. Bizonyám. Jó, IB, te jössz. Neked most hatástalanítanod kéne a bombát, de nem tudsz elmenni odáig. Úgyhogy akkor fedezékbe küldjük, és ő majd fedezni fog. Oké, közben megint nyerünk egy kis időt. És muszáj kijutnunk. Itt van 45% lövési esélyünk, meg itt is 45% van. Jó, hát próba cseresznye. Hát igen, ez elég messze volt, ez várható volt, semmi baj. Lesz még esély bizonyítani az igazságot. És ezek meg ilyen telepatikusan irányítják egymást, és akkor több lépésük is van már. Ó, szóval nagyon macera, amikor ezek itt telepatikusan hívják itt egymást. Na! Jó, IB-t te hatástalanítasz most. Nagyon nagy. Megtaláltuk a bombát, az már nagyon jó. Három körünk van hatástalanítani. Nagyon meg kell fontolnunk, hogy mit fogunk csinálni. Betty van a legmesszebb, úgyhogy ő neki kell egy olyan helyet kerítenünk. Nagyon föl tud menni a tetőre? Föl bizony. Akkor én azt hiszem, hogy meg is van a helyünk. Lőni már nem tud, a sniperes, nem tudom miért, de gránátot még tud dobni. Kötve hiszem, hogy át tudnál dobni a másik tetőre. Jaj, sajnos nem.
Jó, akkor viszont. Várjál, pisztolya talán? Pisztolya tudunk egyet hitelni. Van egy 55%-unk. Illetve van egy szintén 55%-os esély. Akkor próbáljuk meg meglőni azt, aki telepatikusan irányítja a másikat. És neked is ezt kéne lőnöd, barátom. Hát jól van, Milán. Hadd szóljon. Gyönyörű volt. Ez nagyon szép volt. És a másik is, amint látjátok, a másik is ki lett iktatva. Viszont a bombát most már muszáj hatástalanítanunk. Úgyhogy indulás. Beleszaladtam a vírusba, amit a másik idegen meghagyott. Mivel ők, amikor meghalnak, akkor egy ilyen vírusos felhőt hagynak maguk mögött, vagy maguk után. Amiben ha az embereim belemennek, akkor bizony megfertőződnek és betegek lesznek. Úgyhogy... ha jól láttam, akkor pont KZ-t fertőztem meg. Bocsi, KZ. Na gyerünk. Hát szükségünk van még itt a... Ott van bent egy idegen. Hát KZ, reméljük, hogy le fogod szedni. Király. Ez már az volt. Jó. IB-t is irány a bomba. Majd még előbb ezt nyerünk egy kis időt. Na, IB-t tetőről támad. Ennyi. Profi munka. Közben Petivel fedezünk titeket, sőt Milánnal is. Kázi még mérgeződik, hogy sietnünk kell itt a bomba hatástalanítással. Ez az, sikerült, a bombát hatástalanítottuk. Most már csak a ellenséges idegeneket kell hatástalanítanunk, vagyis inkább likvidálnunk. Kész is? Ja nem, csak frissült a feladatunk. Úgyhogy akkor, hát irány tovább. De most már okosan, ügyesen. Okosan, ügyesen, odafigyelve kell ezt csinálnunk. Jó. Valószínűleg érdemes lenne a tetőn garázdálkodnunk. Hát most nem tudok fölmenni a tetőre. Úgyhogy akkor viszont kimegyünk. Kázi, ha túl sokat nem kéne akciózni, mert már eléggé lesérült szegény. Hát én ezt most nem igazán értem. És itt még kiárat sincsen. Jó, menjünk át ide. Az a baj, hogy nincs sok időnk. Mert Kázi rosszul van. És azonnal vissza kell juttatnunk a... hát vagy a bázisra. Siessünk. Egyelőre engem is tudom, hogy hol lehetnek. Valószínűleg nem sok idegen van, és azok is bujkálnak már csak. Na, mozgás. Sehol. Hoppá. Overwatch módban van. Na, Peti azért megsebesítette őket.
Oké, akkor viszont most nagyjából tudom, mi a feladatunk. Hí! Föntről? Ne! IB, vigyázz! Ó, ne csinálj. Jó, van, csak sebzés volt, oké. Semmi kritikál hit. Na most viszont azt hiszem, hogy jön a revans. Ezt hívják úgy, hogy a revans. 75%-os lövési ráta, 100%-os pontossággal. Szép volt, Peti. És most már csak Milán. Milán eléggé rossz pozícióban van. Totálisan fedezék nélkül van. Ide viszont bejövünk fedezékbe, és most tüzelésre felkészülni. Gyerünk, Milán! Tiszta lövés szeretnék. Köszi! Szép volt. És akkor ezt a küldetést is meglehoztuk, megcsináltuk, hála nektek. Itt meldek nem voltak, viszont profin lehoztátok, fiúk. Nagyon szép munka volt. Úgyhogy ezt el kell ismernem. Pedig nem volt könnyű, ennél csak nehezebb küldik fognak jönni, ennél csak durvább idegenekkel fogunk megismerkedni, úgyhogy készüljetek föl. Megnézzük, hogy hát ha tudunk még valamit itt esetleg ügyködni. Nagyon durva kis akciók fognak ebből még itt kialakulni. Na, Milán fényit előléptették. Hoppá! Nehéz tüzér lettél, Milán. Elég durva kasztot kaptál. Majd később meg fogom mutatni. Light Machine Gunnal és Rocket Launcherral fogsz ügyködni. KZ pedig Renengun lett ő is. Renengun kasztos. Shotgunos, kiha én nem stílusú harcosok ők, úgyhogy király, mert ilyen nagy harcosokra szükségünk van. És új medált is kaptunk. Na most kicsit bajban vagyok, hogy kinek adjam a medált, mert hárman nagyon jól szerepeltetek. Úgyhogy nézzük is, hogy kinek adjuk a medált. Itt van a medálunk. Ennek a medálnak milyen nevet adjunk? Ez csak szimplán ezüst. Ezüst, de az olyan, hogy ezüst érdemérem. Ezüst kereszt nem lehet, mivel nem kereszt. Hát végülis mondhatjuk keresztnek is, mert ott hátul végülis a körív mögött ott van egy ilyen kereszt. Ív. Jó. Tudod mit? Amúgy is keresztnek hívja itt is a játék. Úgyhogy ez nemzetközi ezüst kereszt lesz. Ezüst kereszt. Nemzetközi. Hát, jó a hangzik, jelentősége nincs. Na akkor az erejét. Ez tetszik, ez a célzós cucc. És akkor kinek adjuk oda a medált? Ebben egy kicsit bajban vagyok. Hát én azt hiszem, hogy... Azt hiszem, most Milánnak adom. Ő most eléggé jól kitett magáért. Elég nagy harcokat tett.
úgyhogy Milán kapja ezt a medált. Úgyhogy Milán, király voltál. És remélem még ennél is királyabb leszel, mert szükség lesz rád. Jó. Megtettük, amit kő. És lássuk, hogy haladunk. Mindjárt kész az épület. Azt még meg kéne várni. És íme, itt van. Itt fogunk tudni élve elfogni idegeneket. Hát nem egy könnyű feladat lesz, viszont muszáj, hogy megtegyük, mert a sztorit csak úgy tudjuk folytatni. Hát igen, itt az egyik parancsnok és a fejlesztési labor vezetője nézeteltérésbeli vita alakult ki közöttük. Elég rizikós azért élve elkapni ilyen idegent. Nagyon sok veszélyt rejt, főleg azért, mert telepatikusan képesek irányítani nem csak egymást, hanem akár az embereket is. De erről majd később inkább. Úgyhogy egyelőre nincs nagy egyetértés, de nem baj, ez még változni fog. Úgyhogy megépítettük a bőrit. Kész is van. Nagyszerű. És új épületeket tudunk építeni. Ezt meg kell építenünk, ezzel fogjuk tudni elfogni az idegeneket. Úgyhogy ez 12 nap múlva lesz kész. És ezt még csak fejleszteni tudjuk még. Nézzük, meg tudunk-e új dolgokat építeni. Hát igen, úgy látom, hogy most csak ezt tudjuk megépíteni. Jó, hát akkor építsük meg ezt a idegen fészekszerűséget. Gondolom itt, hogy jobban otthon érezzék magukat az idegenek. Nem igazán tudtam értelmezni pontosan, hogy mit tud ez az épület. Viszont elsőbséget élvez, ami azt jelenti, hogy a sztori miatt muszáj megcsinálnunk. Úgyhogy most építjük is. 7 nap múlva lesz kész. A szatelitek 12 nap múlva. Úgyhogy egyelőre itt tartunk. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. Köszönöm, hogy segítettetek harcolni. És legközelebb folytatjuk. Addig is további szép napot kívánok nektek. Sziasztok!